Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió nézőit. Mai vendégem egy igazi újpesti ikon, aki nemrég ünnepelte 73. születésnapját. Ezúttal kerülettünk díszpolgára, az egykori újpesti Dózsa labdarúgó csapatának világklasszis játékosa jött el hozzánk a kávéházba. Beszélgető társam, Göröcs János. A Szerbuszt Titi bácsi, de ugye nem baj, hogy csak Titinek foglak szólítani. <laughs> Jobb, szeretném. <laughs> mert hát a világon mindenhol, vagy Magyarországon mindenhol csak Titinek szólítanak, becéznek. Apropó, honnan van a név? Kitől kaptad a nevet? Ja, hát ezt állandóan ezt kérdezitek. Kérlek szépen, én arra emlékszem, illetve anyámtól tudom, mert két éves lehettem, anyám szerint, amikor bármit kérdeztek tőlem otthon, akár anyám, apám, apám, állandóan az jut ki a száma, hogy Titi. Hogy ez miért volt, mit tudom én. Akkor kezdtem bögyögni, bögyögni, és, és, azóta Titi vagyok. Anyám azt mondta, hogy kész, azóta Titi vagyok. Apámnak, öcsémnek, sajnos öcsémnek már nem, se a bátyámnak már meghaltak, de aki még él és mozog, szurkolók, barátok, mindenki titi hív. Hát tudod, mit nem is bánom. Ne. Nekem van egy nagyon kedves barátom, vidéken él, cukrászmester, és ha hiszed, hanem azért nevezi a felesége és a családja Titinek, mert te voltál a kedvenc játékosa. Úgyhogy ő is, van még egy Titi Magyarországon. De hogy van, várja, van ebből több is. Van az sem a nagy tímeja is az, ha jól tudom, a vívó. És egyszer indulok a, a Pozsonyi útra, a Presszóba, kérlek szépen, ezelőtt két-három éve, és egy egykor a kutya megy előtte. Én ott sétálok utána, Egyszer csak valaki át a mögött megszólal, az a titi, nem nézek hátra. Még erősebben a titi, mondom, tessék, azt nem magának szóltam a kutyának. Szóval már le kell ezt védeni, már, már sokan használják. Drága titi bácsi, te is a dózsa, mint olyan, mint az Újpest, hát elválaszthatatlan vagy, de, de ugye nem mindig, nem a dózsába kezdtél focizni. Nem, én a, a jutába kezdtem, kérek szépen e, tíz évesen, és, és, egy évet feketén kellett játszanom, mert 11 év volt akkor a korhatár. Ugye ebbe a csapatban játszott valamikor a Szusza is, innen került Újpecsre, én meg innen kerültem a Jutából, a Ifiből, az Egyesült Izzónak a, a Izzó csapatba, a Ifi csapatba, és a vízbe pályán edzettünk ez a két csapatban játszottam, 57-ben bekerültem az első csapatba, a Izzóba, MB2-es volt, harmadikon lettünk, a Kármán Dodi bácsi volt az edző, és a Pióker mellé kerültem dolgozni a Izzóba. A Nostahanol is. A Igen. Reggel hétre mentünk, vagy hatra, már nem emlékszem, az öreg mindig már fél órával előbb ott volt, beállította nekem a gépet, neked semmi más nem kell csinálni, csak olajozd, és a forgácsot mindig söpörd le, meg a földön is söpörd össze. Utána elment, legközelebb délben láttam, mert vitték jobbra-balra, ilyen párt értekezletre, olyan igazgatói értekezletre, stb. 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 És így ment ez három hónapig. És nekem nem tetszett. És volt valami komálósom, nem tudom ki, aki irányította ott az életemet. És mondom neki, hogy nem tetszik. Mit az Isten, két nap múlva főkerülök a raktár ellenőrzés leltári iroda osztályra, a Konkoly Béla bácsi mellé. Ő ült így a széken, mint én, én meg egy ott ültem mellette az irodába. És akkor mentünk ellenőrizni, ez az amaz, a futballról soha nem beszéltünk. Meg ö, tőlem sem kérdezett soha semmit, hogy hogy játszottál, mint játszottál. Egyszer csak azt mondja nekem, gyere, kimegyünk külső raktárt ellenőrizni a Megyeri útra. Hát ez kamu volt, kimegyünk, sétálunk mondjuk öt perce már a pálya fele, volna egy kedved az Dózsába átjönni. Mondom, micsoda hát minden lenne kedvem. Azt mondja, akkor itt írd alá ezt a üres átigazolási lapot. Aláírom, és mondja, hogy mit kapok. Kapok egy lakást, egy öltöny ruhát az Árpád úton fogják, nem tudom hány szám alatt a mozival, szembe megcsinálni, és minden héten egy kiló diója el kell menned az összekötő vasúti híd alá egy zöldségeshez. Azonnal profi játékos lettél. Kérlek szépen, ezt meg is kaptam mindet, a lakást is megkaptam, egy gyönyörű lakást a Panonia utca 10-be, anyám megnézte, mert addig heten laktunk egy szobába a Gyöngyösi úton. Heten egy szobába, se fürdőszoba, se vécé. Na, megkaptam ezt a lakást, anyám eljött megnézni, 106 négyzetméter volt. Azt mondja, anyám, ide nem jövünk. Mondom, anyám, én kaptam, nem maguk. Micsoda, te ebbe a nagy lakásba egyedül meg hatan egy szobába? Ezt hidd el, hogy én kaptam, nem te, nem érdekes, el fogjuk cserélni, mert ide apáddal nem jövök. A fater piásót csinálta a balét, minden, ide nem jövök bele be a, a, a uri környezetbe. Elcserélte ugyanúgy a gyöngyös útra, aztán egy 62 négyzetméteres lakásra. Szintén nem volt fürdőszoba. Egy klotyó volt, ugye átalak, akkor már volt lift nem volt, az nem is volt érdekes. De heten laktunk megint, egy hálószobában volt anyám, apám, nagyapám lakott, mi meg négyen egy szobában. Hárman aludtunk akkor kellett vennem, berendeztem a lakást, kellett vennem egy kihúzható rekamét. Már azon féltünk e hárman, a hugom egyedül aludt. Aztán ráadásul csináltam egy nagy hibát, megvettem a televíziót, és a szomszédok oda jártak. Úgyhogy Nem, megpecsételődött a csorsod. Anyám aludt a fotelba, a Tóth meg a, a, nagyné, azt nézte a tévét, és nem tudtunk lefeküdni sem, mert nézték a tévét a szomszédok. Na de hogy tudtál akkor felkészülni a, a mérkőzésekre? Hát a fene tudja. A fene, úgy, ahogy fel. A konyhába a meg nem tudom mi, a öcsém, a bátyám, meg a bugom. Nem tudtunk bemenni, mi se tévét nézni, mert nem fértünk már el. Na mindegy, hát szegény nagyapám odament, meg akarta fogni a, 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 az, az embert a televízióban. A, televízióban így megkaparta. <laughs> Jaj, de szép. Imádott volt. Szóval amikor aláírtál, azonnal bekerültél, nagyjából azonnal bekerültél a csapatba, kik voltak akkor a, azért a játszótársak? Kikkel, kikkel? Hát játszoltál? egy óriási csapat volt, a Török Gabi, aki szintén ott lakott a, a környéken, ahová én is később azért bekerültem a Török Gabi, a Várhidi Pali, a Sóvári, a Solymosi, hát a nagyokról nem is beszélve, a Szuszáról, a Aspiránguszta, a Tóth a Nagykarcsi volt a jobbszélső, később a Bencsics is jött, de hát... Hmm. Ne, ne. Nem, nem, mertem tegezni őket. Ezt akartam kérdezni, hogy ő, hogy fogadtak be? be hát a zöldkülű, nem be mertem tegezni, de aztán azt mondta, micsoda, nyugodtan tegezé vissza. De a többit, többi, de mindegyik rendes volt, nem volt gond. Eleinte döcögve, de, de hol játszottam, hol nem. Aztán, amikor már bekerültem a válogatottba, aztán már stabil lett. A emlékszel helyen. az első meccsedre, a, a Úgy, első meccsre? Ráadásul nem Újpest nem volt a meccs, hanem a Népstadionban. Sargó ellen. Én rúgtam az első gólt, egy nulla vezettünk a Sargó ellen a, a, keleti pályaudvari kapuba, és utána kaptunk három, kikaptunk három egyre. Jagodics rúgott két gólt, a harmadikat már nem tudom ki, később aztán Jagodics nem tudom hány oldal került hozzánk. Hát akkor ezt azért, azért megvan, az Meg, első van. Meccs. Meg, megvan az első meccs. Megvan az első meccs, az első gólom is. A első gól is. De aztán, sajnos utána aztán, Hol vidéken, ezben, hol nem játszottam, hol játszottam. Vidéken általában ritkábban játszottam eleinte, de aztán később stabil lettem. De azért valami bocoroghatott benned, hiszen nem egész, ugye az első szezon, durván az első szezon után már a válogatott keret környékén is ott voltál, sőt, meg is hívtak a válogatottba, ha jól emlékszem. Hát hogy nem, sőt, meghívtak mind a hármunkat, a baróti volt az edző akkor már, és ezt a belső hármas meghívta egy edzőmeccsre. Jó magam, szusza halápi akkor a Susa játszotta azt a szerepkört, amit később ő általa már edzőként én játszottam, és a Baróti meghívott minket, mind a hármunkat, és aztán én, ragadtam csak ott ők, sajnos nem. A, a Foszi foci azért megtudtam azt, hogy drága Albert Florit egy icipicivel megelőzted a válogatottban néhány hónappal vagy egy fél évvel. Igen, én 58-ba kerültem be, ő meg 59-be a svédek ellen. Az volt az első meccse, az életem egyik legjobb meccse volt a svéd ország. 3-2-re nyertünk, én rúgtam két gólt, sőt a gólpaszt is én adtam a csikarnak. Nagyon jól játszottam, olyanokat írtak, hogy a csikar az MTK-nak meg is venném rögtön, ha lehetne, meg ez, meg az. És egy ilyen csatársorban játszani, akkor már megvolt a az a híres Baróti fénykocsatás? Igen, 59-ben akkor már kialakult a Sándor Göröcs Alberti fenyves. Ám most segítettél, mert én föl akartam vágni, hogy elmondom azt, hogy én is tudom azt a bizonyos válogatottat. Persze honnan tudnám, hát volt egy gomfoci csapatom, ami rajta volt a fényképetek, és hát remélem nem sülök bele, szóljál, hogyha nem jó, szóval valahogy úgy volt, hogy Grosics Mátrai Mészői Sárosi, Solymosi, Sipos, Sándor, Göröcs, Albert, Fenyvesi. Soha nem fogom elfelejteni. Na, ez stimmel, ez mind stimmel, csak először a Mátrai, Sipos, Sárosi volt. Uh -huh. És a Tüdő egy balhét csinált, egy piáson, hát mól erősen a jött egy, egy hogy hívják. Most már el lehet mondani, hiszen el, olyan régen jó. volt. a jött a edzőtáborban, a Népstadionban találkoztunk, és a botár doktor mérte hogy hívják okat, a hogy őket, a pulzust, meg a vérnyomást, ezt a szamaz, és kiszúrták, hogy a sipos piás. És a Lajos bácsi odaszólt, azt mondja, mi van doktor? Azt akarok magával vagy veled beszélni, Lajos bács. És akkor mondja, hogy mi van a vérnyomása, a francba, fenn van, mi van, és a baróti hazazavarta. És azon a meccsen a Kálmán akkor játszott először. De és Mit aztán akad? ott is ragadt, nem tudom, hmm. 60-szorra, nem tudom, másszor is a Siposból, az az én pekemre történt az egész, vagy káromra, mert a Baróti át akart vagy átállt a 4-2-4-re, a brazil stílusra. És abban én már nem igen fértem bele, mert kellett egy védő az öt csatárból. A Sipos beállós lett, és a rákos lett az úgynevezett bal half, Bal összekötő, aki olyan lefog... védekező középpályás, ahogy ma mondják. Az, az, az. Na az, na az. És legtöbbször engem cserélt le az öreg, ő miatta, vagy, vagy nem is kezdett vele. Ez a bizonyos csapat, amit úgy nagyjából elsoroltam, és abba segítettél, ez, azért ez volt az a legjobb, amiben játszottál? Mondjuk a válogatót, azt hát, gondolod? 59-60 a 59 csapat volt a legjobb, mert azt is megmondom, a, a francia, a francia futball 60-ban minket az év csapatának hozott ki. Hmm. Első helyen voltunk európába. De tényleg hát 8 rúgtunk a, 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 a svájciaknak a, a svájci retesz, a retesz ugye, akkor még élt. Ragyogóan játszottunk, nekem nagyon, ott is rúgtam az elsőt, meg az utolsót, a 16 másodpercben már rúgtam az elsőt, vezettünk meg a 90 be de a tihinek adtam négy gólpaz, de olyat, és 80-90 ezer ember. A, a, németeket megvertük a névstadionban négy-háromra, négy egy engem megint csak lecserétek a bozsik miatt, mert akkor megcsinálták, akarták megcsinálni a századik meccse, hogy legyen Jöjön meg. Minden, Akkor hogy... is én voltam az áldozat, mindig engem cserélt. A franciákat Párizsban megvertük 4-2-re, olaszokkal 0-0-t, a, a, angolokat megvertük 2-0-ra. Tehát marha jól játszottunk. Na, és úgy mentünk, mint a titánoknak. Ez érdekes, amit mondasz, hiszen ahogy, ahogy, ahogy emlékezel, azért az a csapat egy fantasztikus csapat volt. Mondták, hogy a, hogy a Titinek szeme van a labdáinak, meg rugdossa a gólokat, nincs olyan gárda, amelyik ellen ne győzelmi esélye mentünk volna pályára. Aztán valami miatt, bocsánat a fogalmazás, még mégsem voltak olyan egyetverő eredmények, a nemzetközi tornákra gondolok természetesen. Mi lehet ennek az oka? Hát én nem tudom. Rosszul voltunk mindig főkészítve, én megmondom őszintén. És, és én úgy érzem, hogy a kondícióba az öreg nem igen ment rá a kondícióra. Akkor az volt a divat, meg azt is tanították, hogy első a technika a TFN, második a taktika, harmadik az erőlét. Valahol egy olyan csapat ellen, aki keményebb volt nálunk, meg, meg, meg mondjuk mély talaj volt, nehezebben, nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna, és én biztos vagyok benne, most is mondom, hogy erőléti gondok voltak és sajnos a vb ken de hát azt sem mondom 62-ben a vb n olyan jó játszottunk, el nem tudom mondani. És kérlek szépen, a, a legjobb 8 8 közé jutás előtt, nem, 8 közé, az argentinok ellen kezdő voltam, kezdő voltam a bulgárok ellen is, nyertünk 6 1 re nem rúgtam olyan gól, de mind a hat gólba benne voltam, és 0-0 lett a argentin meccs, de a kilencedik percben megszakadtam. Szóval a Rengóba laktunk egy kis szállodába, ezért mondom, hogy a felkészülésben mindig nem tudtunk az unalomtól mit csinálni. Nem csináltak egy városnézést, hogy egy busszal mentünk volna ide, vagy oda, vagy a tengerpartra, vagy akár akárhova. Ott tengődtünk a szállodába, biliárd, 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 biliárd és én biztos vagyok benne, hogy a biliártól szakadtam meg, az a mindig ez a, lehajlás, rugolás, lehajlás, minden, ez közre játszott. Nem Tehát itt nem lehet az, hogy ők azt gondolták, az akkori nagy edzők, mert ugye hát, nagy, nagy nevekről beszélünk, hogy, Hát itt ezek, ezek olyan technikás, olyan, olyan, olyan jó, labd, jó labdarúgók, akik barátságban vannak a labdával, hogy hát inkább a labda fusson, nem nekik kell annyit, a, a, annyit tekerni, oda rúgják ők, ahova kell, aztán majd jönnek a gólok. Ez így igaz, le tudtuk venni a labdát mindjárt, akár melyikünk, ez ez, 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 hogy nem volt kérdés. De amikor már egy szorosabb ember fogás volt, vagy egy durva csapattal játszottunk, már sokkal nehezebben ment. És nagyon nehéz volt megszabadulni tőlük. Ott kellettek a trükkök, mindente kellett az erőlét is. Én azt mondom, 54-ben is azért vesztettünk a vb n mert azon a az esős időben, azon a talajon nem tudtunk alkalmazkodni, meg nem voltunk olyan erőbe, mint ahogy kellett volna. És hát lásd milyen a futball, ma már lét nélkül. Ah, hát el nem lehet nincs. képzelni. Hát mérik, mérik az, hogy hány kilométereket fut egy-egy játékos, lehet, hogy ez, ez egy kicsit csalóka, na de hát azért, aki 8-10-11 kilométert tud futni 90 perc alatt, hát az, az, az magától ne, nem jön. Az így van, így van. Az magától nem hát, jön. nélkül ma már nem megy, és, és mit akartam mondani, hogy Nézd, elvesztettem. Semmi, akkor. hát erőllét nélkül azért nem megy, mert hogyha elfogy az erőllét, akkor elpattan a labda, akkor, akkor semmi, akkor nem, úgy semmi nem úgy sikerül. Nem Előbb megsérülsz, belemész egy olyan csimbe, amiben nem kéne így belemenni. Van. Hát hiába. Na jó, beszéljünk Ez inkább volt. a római olimpiáról, a csilei világbajnokságról, gondolom csalódott hát voltál utána azért. Hát az olimpia is, hát. hát az. megmondom őszintén, olyan jól játszottunk, a Volentik Béla bácsi volt az edző, Hatot rúgtunk a, a a, a Perunak. A Orgyuri volt a Peru edzője akkor. Nápolyban megvertük őket 6-2-re, mondta is utána, nem tudom kinek, ki az a fekete gyerek, aki rúgott két gólt, az voltam én. Megvertük a franciákat 7-0-ra, három gólt rúgtam meg. Indiaiak ellen szenvedtünk egy, egy, magaslati helyen, nem kaptunk levegőt. És mégis mi történt akkor, hogy, simán hogy, bocsánat, be, hogy, csak bronzérem le? Simán bekerültünk a legjobb négybe. Mit ad Isten, mi következik, kijön a, a, a Rómába a Baróti meg a Honti Gyuri bácsi, a MLS főtitkára, a Lajos bácsi, mint szövetségi kapitány. És átveszi a csapat irányítását. Te, a Béla bácsinál, a Volentiknál a meccs előtt olyan taktika volt, hogy fetregtünk a földön a röhögéstől bejött a Lajos bácsi, ő állította vissza a csapatot, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, Magyarország, így, úgy, amúgy. Ráadásul a két szélsőnk két sérült volt, a sátori is, meg a pálaci is, nem volt két szélső, Orosz Pali játszott jobb szélsőt, amit szegény, ő se tudott, meg én se szerettem. Orosz volt, és a Dujmov, az idősebbik, a Dunai. Dunai, egy játszott, az se, az se bal szélső volt és kikaptunk kettő nullra. Egy nullán még volt egy lehetőségünk, egy 11-es, és a Pali kihagyta, azóta is kapja az Rikát <laughs> jobbról balról. Én meg mondtam neki, most már ne bánkodj azon, mert legalább foglalkoznak veled, még mindig emlékeznek rád. Ha berugod, mondom, már nem is emlékeznének rád. Sokat említetted Baróti Lajos bácsi nevét ugye nem voltál kint a spanyolországi ebén, aztán az angliai világbajnoks... a Sérült igen. De az angliai világbajnokságon sem láttuk a nevedet, se hiába kerestük a nevedet. Ott ott valami olyasfajta, volt. Mint... Igen, igen. Ki Mint min, hogyha vésztartaléknak lettél igen. volna, aztán azt mondtad, hogy a vésztartaléknak egy göröcs mégsem egy ki. Igen, ugye hát, hát ez így, így volt. A, a ebére azért nem vitt ki, mert kerettag voltam, Szerdán volt egy, egy bajnoki forduló még az összes csapatnak, és mi cseppele játszottunk, és a leibám fölrugott. Második fél idő, nem tudom, magyarik percébe, és kiment a vállam. Uh -huh. Így ezek után nem vitt ki, Sportkorház, ott helyre rakták, borzasztó fájdalmas volt, mindegy, nem vittek ki. A angliai VB előtt meg, akkor már hol csatárt ő, amikor engem behívott a válogatodba a Lajzsa akkor csatát játszhatott velem. Az Újpesten meg már középpályás játszottam, és ezt nem fogadta el. Na mindegy, kerettag voltam, gajatetőn készültünk, és indulás Angliába, utolsó előtti napon négyünket behívott a szobájába, az Orbán Árpit, a Pixit szegényt, a Puskás Lajost meg engem és mondja, hogy mi négyen itthon maradunk, és a Fáj utcába, a Vasas pályán, a Mahos feli felügyelete mellett edzünk, ha majd kint megsérül valaki, akkor majd jön utánunk. Hát én meg azt mondtam neki, Lajos bácsi, hét éve nem voltam szabadságon sehol, én inkább elmennék szabadságra. Jó, azt mondja, menjen el. És akkor így itthon maradtam. Utána volt egy nyilatkozat a Baróti Lajosnak, és ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy a egy szövetségi kapitány azt mondja, hogy hiba volt, hogy, hogy téged nem vitt ki a, az angliai világbajnokságra, hát ezt írjuk pozitívumnak, de adodik a kérdés, hogy Barotila és utána az Újpestnek lett az edzője. Milyen volt a viszonyodok, amikor napi szinten találkoztatok? hát látod, ez nagyon érdekes. Ugye ő engem nem vitt ki, és rajta mullott, hogy hozzám kerüljön, vagy sem. Bejelentkezett Tatabányára, és valami füles kapott, hogy a balok sanyinak nem hosszabbítják meg a edzői munkáját, mert, mert nincs meg a iskolázottsága a TFE hozzá, csak valami segédedző. Már akkor is szakedzőnek igen, kellett volna igen. lenni, igen. Akkor még nem kellett, de oktatónak Oktat kellett volna. Na, neki meg segít, oktatói volt, nem hosszabbítják meg, és bejelentkezett Újpesten amikor Lajos bácsi volt az edzőtök, akkor azért utána te még visszakerültél a válogatottba, ugye? Igen. Tehát egyértelműen. Kónyan. Hát és jött az a, az, a, az a bizonyos, bizonyos hát a labdarúgás mohácsa marseille. Hát marseille. Ugye hát marseille nem kellett volna eljutni, mert mert hát előtte óriási hát sancok voltak. Ja. És akkor jött a Marseille. marseille pedig, Marseille után, amit sajnos tudunk, hogy jönnek a csehszlovákok, és jöttek a cseszlovákok, jönnek a csehek, ott utána azt mondták, hogy na, akkor kifelé az öregekkel fiatalítás van, Görös még mégis maradt, még mindig maradt a csapatban. Visszahívtat még utána is, sajnos vagy nem sajnos, a Hofer Józsi bácsi volt a, a szövetségi kapitány, és, és a, cseh, ellen játszottunk itt Pesten, és csak a kis cipő volt nálam, a másikat elfelejtette a vébe rehozni a szertáros, és csúszkáltam és fél időben nem tudtam cipőt cserélni, erre mondja a fazekas, hogy neki itt van a magas toplis cipője, próbáljon meg. Mondom, jó, megpróbál, jó is volt. Most a cipőtől, vagy nem a cipőtől, a félpályán vezettem a labdát, egy kicsit hosszabbat szöktettem, és az osztrák játékos elvitte tőlem balra, vagy jobbra a labdát, nekem jobbra, én meg utána akartam menni, és a lábam lelagadtam. Egy nagy szúrás, beleszúrt minden, és az élete, mint a végig ment volna rajta. Elszakadtál? Elszakadt. Mire leírtam, már ekkora volt, és onnan aztán kezdődtek a kínok kínjai, és bevittek a hétfőn, ez szombaton volt a meccs hétfőn, bevittek a sportkórházba, ott egy konzulium összeült, fényképezték, törték jobbra-balra, hál' Istennek megállapították, hogy nincs porca. Nem kell műteni, csütörtökön visszajön, lemegy a daganat, vízbe rakjuk egy hónapig, vagy egy hónapig, és utána majd meglátjuk, de nem kell műteni. Csütörtökön jön értem a Újpest orvosa, aki a Korvin kórházba dolgozott. Mielőtt bevinnélek a sportkórházba begipszelni, még megmutatlak a Korvin fősebészének, a főnökömnek. Megmutatott, ő ennyit csinált, öt másodperc így, Forca van, itt maradt hétfőn műtjük. Én hülye meg belementem. Belementél. Hát ilyen, lett, a, jó? Ilyen, igen, ilyen az élet, Titi drága, ilyen az élet. Meggyógyultál, mert ugye hát a sportoló az előbb-utóbb meggyógyult. Hát menni tudom. Utána, de... de utána már nem igazán, szóval nem már tudom. nem igazán jutott hely. Nem, nem hely. Nem lett volna gond, nem. ha jó Nem tudtam Aha. fordulni. Nem tudtam, igen. Amikor fordultam, mintha kiakadt volna. Igen. De az egy érdekes, mert azt mondják a nagyokosok, akik ugye a labdarúgás tudorai, hogy hát a meggyógyultál, visszakerültél, vagy nem kerültél vissza a Dózsába, a válogatottban már nem volt hely, magyarul nem játszottál a Dózsába, se itthon sem nagyon, hogy megsértődtél, azért mentél Tatabányára, én meg, én meg azt gondolom, hogy, 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 te nem vagy egy sértődős, tehát elmondtad volna, hogy azért mentem Tatabányára, mert ott lehet, hogy még be tudok kerülni, vagy van egy jó edző, vagy, vagy mit tudom én, meg kicsit még játszani akarok, én nem hiszem, hogy te valaha az Újpestre, az Újpesti Dózsára megsértődtél volna. Na, semmi sértődés nem volt bennem, egy sértődés volt bennem, majd elmondom. De tény, hogy nem tudtam vele fordulni, ezt meg nem lehetett sokáig titkolni, hol megsérültem, holnap, és a Kovácsimre jogosan kihagyom, uh -huh. nem érdekes, jogosan ki. nem is lett volna gond. Azt mondták nekem a farsakban, szegény nyugodjék békébe, hogy abba kell hagyni. Mondom, rendben van, abba hagyom. Behívott a Dániela, az volt a sportkörű elnök, abba kell hagyni, és a 13 kerületig kapitánságra kerülök, és másodállásba a IFI 2-t csinálhatom. Megígérte a farsang nekem a IFI 1-et, utána behívattak a szenmiáival, a szenmiáinak lett a IFI 1, én nekem a IFI 2, neki megvolt a szakedzői akkor már, nekem csak oktatói, mindegy, elfogadtam. Így abba is maradt, abba hagytam. Egyszer kélek szépen, rá két hétre, amikor már beletörődtem mindenbe, a lakat Karcsi bácsi keres. A tanár úr? Igen. Hát akkor nincs miről beszélni, hát engem egy tanár úr hív. Azt mondja, gyere le hozzánk, és el lesz minden intézve. A körösi majd az tatabányai volt, lakosként, tatai, lakosként tatabánya Drucker, belügyminiszter helyettes volt, majd az elintézi, nem kell várni, na is lekerültem tatabányára. Még akkor nem volt edzés, mentem ki Svédországba, egy ottani haveromhoz, két hétre is az elvitt egy, egy magyar diszidenshez, orvoshoz, akitől kaptam 14 kezelést, kezelés jobb is lett a lám. Egész jónak láttam már minden, jó is ment a játék egészen a hetedik fordulóig. Akkor a Fradi ellen a névstadionban rásérültem és aztán kész vége volt. Tehát akkor ez a kirándulás, lehet mondani, a tatabányai kirándulás egy szezonos volt körülbelül. Hát igen. Hát de nem ment végig a szezon. Nem, egy évig voltam ott, egy évig még tartottak, és utána visszajöttem az Újpest. És hogy milyen az élet? Visszakerültél a Megyeri útra, visszakerültél Újpestre, és edző lettél. A ifi Az ifi hát Igen. igen és két évig edzősködtem, nem tetszett a dolog, akkor se. Jogosan a Szent mindig a jobb játékosokat, akik jó az mindig a meccsre elvitte. Meg már a edzésre is elvitte. És hiába csináltam akármit, egész jó csapatunk lett, aztán mindig a jókat elvitte. Nem lehetett följebb bemenni. Nem tetszett, nem tetszett, kélek szépen, és milyen az sors, milyen az szerencsém, hál' Istennek mentünk, akkor már a TF-re jártam a kamarával szakedzőire, második éves voltam, és mentünk a Flőrik Jenő bácsihoz anatómiából valami protekciót kérni, hogy szóljon. legalább. És hogy megyünk a Győri úton be, nem az alkotás után a hátsó bejárathoz, bejárathoz jön velünk szembe, a bejáratnál Kapocsi Sándor volt ifi szövetségi kapitány mi megmegyünk be, köszönünk, köszönünk. Azt mondja a Sanyi bácsi nekem, nincs kedved kuvaidba menni? Hát mondom, Sanyi bátyám, én ne lenne. Azt mondja, akkor próbálj meg elkezdeni, mert van kuvaidba kérés, hogy kell edző. Megfogadtam a tanácsát, és elindítottam. Szóltam a Csákinak, a Csáki szólt a Barótinak, és az MLS oda szólt a a személyzeti osztályra, az OTS-ába, vagy Valahova, Az elnöknek igen. mindegy, hivattak, és onnan sikerült kimennem. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ugrás volt, és ez egy óriási szerencse is, hála Istennek, hát mindenhez kell. Mindenhez kell szerencse. Milyen volt Lila fehér szívvel, vérrel? külföldieket oktatni. Mert azért, valljuk be, hát azért nem mond, hogy nem az volt a, a, az álmod, vagy a, az el, egyik gondolatod, hogy te azért szel, az Újpestnek lennél az edzője, vagy szal... nem mond, hogy ez nem volt benne a fejedben. Gábor, hát minden játékosnak egy álma, hogy valaha a volt csapatában legyen edző. Nekem is az volt. De hát ilyen indítása nem lehet rögtön az első csapathoz kerülni, hogy a IFI kettőből majd Igen nem sikerült. Na, kimentem Kuvaidba, ott voltam, az első öt évet ledolgoztam, ifiknél, első csapatnál ott is a ranglétát visz, visz, meg kellett csinálni, és a mb 1 csapatnál Szulai Bikádba dolgoztam már, a ifiből, ifiből, fölkerültem az első csapathoz, egy brazilit leváltottak, meg kilenc meccsen hozott egy pontot. Többe került a, a, a repülőjegye Brazília és Kuwait között, mint nekem az éves fizetésem. Ez esküszöm én Milyen, milyen, milyen mentalitásúak voltak ezek a játékosok? Mert ugye hát tudjuk pontosan, hogy azért majdnem, majdnem szeretnek dolgozni. Szinte lehetetlen dolgozni. el, szinte lehetetlen, a lelkemet kitettem minden, a gyerekek megcsináltak még mindent szó szerint. Pont a ramadán alatt kerültem ki és én még nem tudtam, hogy a ramadán az egy, egy hónapos ünnep, meg minden, alapozás, felkészülés, ez az amaz, futtatom a köröket, dülnek ki a palik jobbra-balra, és délután kettőkor 48 fokban van edzésem. Na minden, megcsináltak mindent. Fölkerültem ott az első csapathoz, kieső helyre kerültünk, és osztályzott kellett játszani az utolsó, vagy mi maradunk bent. Rugunk négy gólt, abból kettő öngolcs, és kikapunk három-kettőre. Oda jött az ellenfél edzője, és össze a csókolt, és elnézést kért, stb. Na, és ettől a klubtól elküldtek, és oda kerültem egy másik klubhoz, háromszor annyi pénzé, megtiszteltek, becsültek, öt év után hazajöttem, és nem tetszett, na, akkor, akkor Dózsa. És akkor oda kerültem az első csapathoz, a Temesvári mellé, Pája edzőnek. Pája edzőnek. nem tetszett a dolog ideg már szombathelyre jártam ellenfelét nézni mert az Újpest szombathelyről kapta az ellenfelet hát eb, má, má ez maga rossz mert idegenben is já, más játszik egy csapat, meg oh, saját pályán is Na, a Benedekkel szegény a jégpálya igazgatójával mindig kocsival vitt le onnan vissza, és nem tetszett a dolog nem tetszett a dolog és a volt második klubban Kuvaidból kapok egy levelet, hogy visszavárunk. Ez meg nem tetszett, ez a, ez a beosztás. Fölhívtam a Budapista bácsit. Ő volt akkor a OTS elnöke. Mondom, Pista bácsi, hívnak vissza, ez az állás, ami most van, nem tetszik, mert, mert mert, mert nem, nem érzem jól magam, nem tetszik, tudom mi a szabály, hogy négy évet újra itton kéne lennem, hogy újra kimersek, de hívnak vissza, van valami sanszom, hogy azt mondja, hívjál vissza, hónap majd megmondom. Másnap visszahívtam, és azt mondja, add be a papírt, mehetsz. És újabb három évet ott voltam, így már nyolc évvel, és akkor már kint kaptam a drótot, most vagy a Szabó hívott fel a szakosztályelnök, vagy a Pista, az Egyesület elnöke. Gyere haza és számítunk rád az első csapatnál. Ott maradjak, még maradjak, még nem menjek. Hát mondom, ez volt az álmom, hát hogy nem mennék, hát ne haragudjatok. Majd legközelebb, ha akartok, akkor visszajönnék, vagy valami, de most mennék. Na jó, kaptam egy csomó ajándékot, minden, és akkor hazajöttem. És már a Temesvárit fel akarták állítani az utolsó három meccsre is. De mondtam, csinálja végig, addig hagyd lássam, hogy mi van, hogy van. És na is akkor élettem a 85-be az Újpest edzője. Nagyon buta lesz a kérdés. Milyen volt? Hát az első év katasztrofális, mert én is a technikás játékosokra építettem, viszont nem volt kondíció. És én mindig azt mondtam, a kondíció nélkül ez nem megy. Hm. És azok vágtak át, akikbe bíztam. Nem mondok neveket, mert nem sem. Nem, nem is kell most neveket mondani. A tizedik percben már le kellett volna őket cserélni, mert úgy mentek át rajtunk, mint kés a vajba. Aztán az első évre év rá is ment, rosszul is szerepeltünk, tizenegy vagy tizedikek lettünk, nem tudom, és a második év ezeket mellőztem följöttünk, majdnem bajnokságot nyertünk, másodikok lettünk, és azt hiszem abban az évben megnyertük a Magyar Kupát is. Akkor még egy éven volt, mert három éve szerződésem volt, a negyedikre is szerződtettek még év És mi volt az oka a szakadásnak? A szaka, azt is elmondom. A harmadik év is jó sikerült viszonylag, mert harmadikok lettünk, nem volt gond, de aztán bejött a Baróti Lajos bácsi már a, hogy hívják, a harmadik évben. Elmentő is játékos meccset nézni, mint én a, a Temesvár idején, és mindig megbeszéltük, hogy volt, ő látta az ellenfelet, stb. stb. És tett megjegyzést így, tett megjegyzést úgy, de a csapatot én állítottam össze. És úgy is állítottam össze, hogy én gondoltam. Nem is volt gond. Az egyszer, mikor kikaptunk, akkor már kezdődött, persze, mert nem hallgatok az öregre. Ha nyertünk, akkor a lajzsbácsi a, a Lajos kikaptunk, mert nem hallgatok az öregre. És ez így ment, és harmadikok lettünk, és akkor azt mondtam a hójának, vagy ő vagy én. Uh -huh. Nem baj, ha elküldtök, én így nem tudok dolgozni. Ha nyerünk, akkor az örega, hogy hívják, a. a, a, a a, a, jó, az a, a Isten, dicséret, igen. minden, ha vesztünk, akkor én vagyok a hibás. Meg volt még egy másik, ami nagyon zavart, a Rajna Karcsi. Ő lett a Szabó Karcsi helyett a szakosztályvezető. Mikor a Karcsi, Szabó Karcsi elment följe, bukott, és azt mondta, nem tudja tovább csinálni, azt mondja, te kire gondolnál mégis, kinek adnád oda? Mondom, itt dolgozik melletted a jogi osztályon a Rajna Karcsi, jó barátom. Mondom, hát legyenek, végtig ő lett az. És állandóan megkerült, mindent a Lajos bácsival beszélt meg, engem meg se kérdezett. És akkor azt mondtam, vagy ő, vagy én. És akkor a, a, a hója azt mondta, jó, csináld egyedül a Nagy Laci meg a Varga Pista lesz ott a segítőd, a Varga a második csapat edző, meg te a, a Nagy Lacival. És ő meg lett a Baróti a hójának a személy tanácsadója. És akkor... A negyedik év jön, és én nagyon szerettem felkészülés alatt az Intertotó kupát. Előző két évben abba indultunk, egyszer meg is nyertük, egyszer meg aztán másodikok lettünk. Egy nagyon jó felkészülés volt, csak előbb kellett kezdeni az edzéseket. Az edzéseket, és ebbe a játékosok már azt mondták, hogy ne, 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 így meg úgy, ne, ne, meg így ne. És akkor jött a Tóth Andris, ő lett a szem a technikai vezetőm is, hogy Kászoléban van egy meghívásunk. De ez az alapozás első-második napjában mondja. De egy hét múlva... Játszani kellett volna kint. Menni kéne. Egy hét múlva alapozás nélkül. Hát mondom, mert... akkor úgy volt, hogy egy edzés van, mikor még nem tudtuk a kászruhét, egy edzés van délelőtt, délután egy ilyen átlötyögő, akkor meg kellett ezt gyorsítani, és akkor elfogadtuk végül is, hogy menjünk ki. Kimentünk, 8 sérült el a 13 játékosból. Olyan csapatoktól kaptunk ilyen, MB3, meg nem tudom kik, olyan századával laktunk, hogy éjjel-kettőkor még mulattak. Valamiból olyan pályákon edzettünk, hogy esküszöm, ide-haza jobbak vannak még az mb 3 csapatoknál is. Összejött, szedtünk még öt vagy 6 sérültet, és... Tíz kezdtük el a bajnokságot. Még itt játszottunk a Jénával, a Fáj egy tornán, kikaptunk kettő és akkor jött négy meccs, mind a négyet elvesztettük, a harmadiknál én hogy köszönöm, mondtam a ójának, Piste, ez velem már nem megy, a Fraditól kaptunk ki pont három ra, én ezt így nem tudom tovább csinálni, nem akarok itt hagyni senkit, de inkább átadnom. Nem, akkor még adott két meccset, és még a vasas ellen 1 0 vezettünk, kaptunk egy olyan gólt, hogy száz évben nem kap egy csapat se ilyet, nyerés helyett egy-egy lett, és akkor közös megegyezéssel elváltunk. És akkor lett úgymond vége a házasságnak, akkor lett az Újpest csapattal, klubbal vége. Igen. Ugorjunk egy icipicit, mert sajnos ami mi műsoridőnk is mindig véges ugye nem régen voltál, hála Istennek, 73 éves, nyugodtan letagadhatnál egy tízes, és ez most nem az udvarlás helye. Így, 70-en túl kijársz az Újpest meccseire? Hát hál' Istennek a legutolsó most én voltam a Fradi ellen. Nem jártam, nem járok ki, mert már nem is mondom, már annyiszor elmondtam, nem haragszok én senkire. Mm. Csak volt két-három olyan eset, hogy nem engedtek be. Ja, Istenem! Igen. Nem engedtek be. Göröcs Titi nem... Nem ingyen, mert ez belépő volt. Drága Titi, a szemedben könycsepeket látok, inkább beszéljünk másról, mert ez most nem borzalom, tehát itt nincs mit. beszéljünk inkább egy szerelemről. Beszéljünk a Balatonról. Egy rövidet, mert nem titok, hogy úgy volt, hogy erre a beszélgetése Balatonról érkezel hozzánk, és nagyon szépen köszönöm, hogy megérkeztél csak nem lett egy vidéki srác, vidéki ember? Hát ha valaki nekem azt mondja, hogy én vala balatoni gyerek leszek, vagy Balatonon lesz egy házam a Tripolis után, ahol se WC, se fürdőszoba nem volt a lakásban, és heten aludtunk egy szobába. És ott hát, Ez és hál' Istennek kuvait megteremtette. Hmm, ott sikerült egy telket szereznem, egy Veszprémi jó akarom által, ott volt VB titkár, az is csípett engem annak idején, mi azt mondja, miattam járt föl a meccsre, meg ez, meg az, és az sikerült elket venni. Hát én, tehát olyan, nem, nem, nem találok szavakat, olyan jól érzem Hála is. Istennek, hogy ez így van. A, család, a családon és a Balatonon kívül azért van egy nagyon nagy szerelem, ugye azt elmesélhetem, azt elmondhatom. A haverok, azok a haverok, akik régről fogva még most is mellette állnak, és akikkel rendszeresen találkozol egy igazi jó műintézményben, egy kis kocsmában vagy egy kis borozóban, aki mondom a nevét, mert miért a Móriban, hát hiszen, hiszen, én is voltam benne néhány ott. Mit szóltak ezek a, ezek a haverok, ezek a barátok, amikor megtudták, hogy Újpest díszpolgára nem sokára Budapest, a főváros díszpolgára lesz? Hát, hogy őszinte legyek, nem mondtam el nekük, akkor már tudtam, de nekük is, ha, aki olvas újságot, mert mikor megtudtam, a tarlos főpolgármester hívott föl, hogy fölterjesztettek, és a közgyűlés jóvá hagyta. Lementem a Móriba, ugye, és Vári ott, meg egy idősebb haverom, 91 éves, 60 éve ismerjük egymást a Pali együtt, és nem szóltam egy szót sem. Gyenes, ahogy szokott, jön be a nagy hasával, így, gratulálok a Körölcs János díszpolgárának, így meg úgy, ezek ketten rám néztek, azt mondja, nem is mondtad. Hát mondom, hogy mondtam volna, amikor tegnap este tudtam meg, meg a mai újságban olvastam, meg miért propagáltam volna magamat, mondom, hát így, kértem rögtön egy kört, meg csináltam egy bulit, még az annyit a Balatóhoz tegyünk hozzá, hogy a lányom és a családja ott él. 300 méterre vagyunk egymástól. Két csodálatos unokám van. Muszáj megemlíteni őket. Hogy a fenében? Éve, hát, mi csoda? Egyik szebb, mint a másik. Egyik 23, másik 19. Ekkora gyerekektől kezdve. A Kuvaidból megjöttem, nekem már megvolt a, a, a faházam ott, Alsőrsön, egy jó helyen. És egy szomszéd ajánlotta, jó haver volt, hogy van egy ház telekel együtt eladó. Hát mondom, a lányom akkor volt tíz éves. Sikerült megvenni, egy millió valami 200 ezer forinté. Nem kellett eladni, mondom, ha majd a gyereknek kell lakás, ezt eladjuk, és akkor Pesten veszünk egy lakást. Megházasodtak, hál' Istennek nem kellett eladni. Ide mentek, oda mentek, öt helyre zuglóba változtatták, állandóan mindig. És úgy döntöttek, hogy Balatoni És hogy lemennek. És szomszédok vagyunk. Szomszédok vagy. Hát azért nem semmi, hogy a, hogy a, hogy a, papa a saját lányának a szomszédja ráadásul egy hát, olyan helyen, ahol, ahol, jól érzi magát. Sokszor, sajnos, mert van kulcsuk a, a, a sokszor kiadják, azt viszont nem nagyon szeretem. <laughs> És mindig kiszúrom őket, hogy itt valaki volt már, Jön. mielőtt én lejöttem volna. Hát, Na mindegy, édeset nagyon. Drága Titi, remélem jól érezted magad, és nem bántad meg, hogy egy rövid időre eljöttél hozzánk az Újpesi Televízió stúdiójába. Viszontlátás, szervusz Titi bácsi! Köszönöm még egyszer a meghívást!